6 település egykori szemétlerakójának rekultivációja valósul meg az elkövetkező időszakban. A cél az élhetőbb, zöldebb települések elérése. A hajdúsági szilárd hulladéklerakó és hasznosító társulás tagtelepüléseinek, felhagyott település és szilárd hulladéklerakóinak rekultivációja című pályázat nyitó rendezvényének adott otthont a Városháza Bátori terme december 10-én. Elhangzott, már folynak a kivitelezési munkálatok az érintett településeken, így Hajdúsámsonban, Nyiradonyban, Kabán, Létavértesen, Vámospércsen és Nyiracsádon. Kis Attila polgármester köszöntőjében elmondta, a pályázat múltja 2002-re, a társulás megalakulására nyúlik vissza. Ezt követően 2010-ig 5 település, később 2014-ig pedig további 8 település egykori hulladéklerakójának rekultivációja valósulhatott meg. Az idei esztendőben pedig összesen 44 ezer lakost érinti a beruházás, amely során a fenti 6 település még élhetőbbé, még zöldebbé válhat. A nyitó rendezvényen a továbbiakban Uzonyi Imre projektmenedzser a pályázat tartalmi elemeit ismertette a megjelentekkel. Itt a KEOP program keret terhére adtunk be egy pályázatot most szeptemberben, amelynek az a lényege, hogy 6 település kereste meg a hajdúsági hulladéklerakó társulást egy csatlakozási szándékkal, illetve felmerült annak lehetősége, hogy egy ugyan már lezárt projektünk keretében ezen települések esetében is megvalósulhat ez a hulladéklerakó rekultiváció, és végül is itt valóban egy roham tempóban kellett a szükséges döntéseket meghozni, de jelenleg már a kivitelezési munka folyik, a készrejelentés várható időpontja december 18-a, tehát úgy gondolom, hogy végül is a terveknek megfelelően sikeresen tudjuk ezt a projektet is lezárni. Miben rejlik jelentősége, és milyen nagyságrendű maga a beruházás? Tehát az eredeti beruházás egy közel 2 milliárdos beruházás volt, ez egy bruttó elszámolású projekt, eredetileg 8 település rekultivációját valósítottuk meg. Erre a projektre egy ráemeléssel kaptunk 1 milliárd 75 millió forintos plusz támogatást, amelynek terhére valósul meg ez a 6 települési rekultiváció.